Hát sétám utolsó állomásához a második világháborús emlékparkhoz érkeztünk. Az 1980-as évek végén Magyarországon egy olyan mozgalom alakult, amely arra irányult, hogy katonai emlékhelyek létesüljenek. Ugye tudjuk, hogy Madocsán az első világháború után meg is valósult az emlékmű, viszont a második világháborús emlékkel még adós volt a mi falunk is. Ezért itt is a mozgalom megindult a faluban, és a község akkori vezetői, valamint a falu lakossága anyagi összefogásával megvalósult egy hajdani facsaúsztató helyén ez az emlékpark. Ennek az átadására 1990-ben került sor, gyakorlatilag körülbelül ebben az időszakban, október eleje környékén. A műalkotás elég összetett, és most erről szeretnék néhány szót szólni. A műalkotás vezéralakja ez az angyal, ami előtt most állunk. El szoktam mondani mindig a tanítványoknak, illetve az érdeklődőknek, hogy ennek az angyalnak a külseje, ha ránézünk, látjuk, hogy nem olyan szép. Nem véletlenül ilyen, hiszen ezt tudni kell, hogy ez a halál angyala, amely a meghalt sereget átvezeti a túlvilágra. Segítőik a mögötte látható angyalok, és mögöttük, még ahogy az emlékhelyet nézzük tovább, a fából készült alkotásokat érdemes megnézni. Ezek a megcsonkolt fák a megcsonkolt családokat jelképezik, azokat a családokat, ahol árvák, özvegyek maradtak a háború viszontagságai után. Talán a legszebb része ennek az emlékparknak a piramis tölgyek serege, amelyeknek a tövében egy-egy kis lapocska jelzi az elhunytnak a nevét. Tehát ezek a piramis tölgyek tulajdonképpen az elhunyt madocsai hősöknek a hadserege. Érdemes említést tenni még arról, hogy milyen szakember gárda segítette ennek az emlékparknak a létrejöttét. Sáros László a falu akkori főépítésze irányításával, Bakos Ildikó szobrászművész készítette el a főangyalt, Törő György, aki Tolna megyei népi fafaragó, az ő munkái a fa alkotások, és meg kell még, hogy említsük, Börcsök Jánosné, aki kerttervező mérnök, és az ő segítségével készült el ez az igazán elegáns emlékhely, ami szép látványt mutat, amikor Madocsára ezen a főúton jönnek akár idegenek, akár a falu lakossága. Ezek után, a rövid ismertetés után kérem, hogy gyújtsuk meg az emlékezés gyertyáit a madocsai hősök emlékére. Egy picit ott hagyjatok egy kis helyet. Lányok, ti legyetek szívesek egy kicsit figyelmesebben és csöndesebben. Hogy hívnak? Gyere onnan, hogy meg kell kérdődni. Legyetek szívesek, Attila, gyere onnan. Most pedig egy perces néma csönddel emlékezzünk az a csalóstát. Nem tudják. Most pedig sétánk befejezések előtt, mielőtt a himnuszt elénekelnénk, szeretném megkérni a kedves sétáló gyerekeket, akár az iskolásainkat, akár a vendéggyerekeket is,
hogy a himnusz eléneklése után menjünk át az iskola udvarra, hogy ott egy kis meglepetést kapjanak a gyerekek. Most pedig kérem, hogy énekeljünk el. Kérem, álljál! Isten áld!